A Magyar Kézilabda Szövetség összevonta az NB1B-s keleti és nyugati csoportot, így igen erős mezőny jött össze, mind a férfi, mind pedig a női vonalon. Összesen 16-16 gárda fog megküzdeni a bajnoki címért, valamint a bennmaradásért. A nőknél a frissen feljutott Peac a szomszédvár együttesét, az edzőváltáson átesett Kozár Mislenyesét fogadta a hétközi felkészülési mérkőzésen. Az első félidőben Bátor nyitott védekezéssel lepte meg Gyulai László együttese az egyetemistákat, de német orsolya remek kapus teljesítményének köszönhetően fej-fej mellett haladtak a csapatok. Aztán néhány védelmi hiba és rossz visszarendeződés Kozár Mislenyi oldalon azt eredményezte, hogy Pap László tanítványai átvették a vezetést. A vendégeknél már az első játék részben mindenki pályára lépett, majd a második félidőben védekezésben is váltott a Kozár Mislenyi csapat. A nyitott védekezés helyett egy hatos fallal találta szembe magát az egyetemista gárda. Egyértelműen látszott, hogy ez már keményebb feladat elé állította Pap László együttesét. Az 57. percben már öttel is mentek a Kozár Mislenyiek, de a végére feljött 3 gólra a Peac, és maradt is a 22-25-ös végeredmény. Azt gondolom, hogy az előző mérkőzéshez képest, a Sisihez képest egy komoly előrelépésünk volt. Ismét voltak új taktikai elemek, védekezés, támadás, amit gyakorlunk. Én elmondtam a lányoknak, nyilván mindenkinek fontos, hogy nyerjen, de nem ez az elsődleges cél, mert nem sprint versenyre, hanem maratonra készülünk. Nem az mozgat minket, hogy valaki hibázik és azonnal letépjük, hanem hogy a rendszert mindenki jó elsajátítsa. Hát ezen felül meg azért a tűzharc bajnokságot mi nyertük a mai nap, de azt gondolom, hogy amit kértem tőlük, azt mindent visszaadtak. Nekem most egy kicsit most így nehéz, így már ugye belekezdtünk így az alapozásban, elég sok edzésünk van, én egy kicsit már fáradtnak érzem magam, de ez lehet látszódott a pályán is. Hát kezdünk már összeszokni, attól függetlenül, hogy az elején vagyunk, amiket edzésen veszünk és tanulunk, azokat nagyon jól tudjuk már teljesíteni a meccsen is, ez nagyon jól látszik, mert szóval nagyon sok mindent tanított nekünk, amiben így fejlődtünk. Fel kell kötni egy kicsit a gatyát, mert nagyon erős csapatok lesznek, és ugye ennek fejébe is edzünk, a futások is, inkább azokat erőltetjük, mert nagyon sok a futós csapat, meg a védekezés az, amit próbálunk minden magasabb szintre emelni, mert sok csapat lesz, aki úgy egyegyezik, meg nagyon jó a támadó játéka. Ebbe próbálunk megoldást találni. Az edzőmeccsek nagyon fontos, de nagyjából mi semmennyire se álltunk össze, mert hát azért eddig a fizikai munka volt a domináns, és hát nagyon-nagyon kevés olyan gyakorlat volt. Nyilván semmi olyan technikai, meg taktikai, meg páros kapcsolatgyakorlás még egyelőre hiányzott a repertoárból, azért az meg is látszott, mint a nyilvánvaló a felkészülés más időszakában. Tehát ez még vissza van. Ezek azért jók, hogy egy kicsit meccskörülmények között fáradjunk igazából, meg egy-két dolgot gyakoroljunk, egy-két, hogy is mondjam, olyan szituációt próbáljuk megoldani a fáradt buksikkal, amit nem mindig tudunk edzésen simán modellezni, úgyhogy ezek a dolgok. Nyilván ilyenkor képet is kapok egy-két dologról, de azért elhamarultan semmiképpen sem szeretnék nyilatkozni ezekre a dolgokról. Ez egy fontos dolog volt a részünkre, a másik meg, hogy magából a mérkőzésből sem kell nagyon messze menő következtetéseket levonni, dolgozunk tovább. Azért ez egy duplán fölvonalva lecke, mert akkor sem lett volna egyszerű, hogyha maradt volna két csoportos NB1B, de ugye, hogy összedolgozták itt a legerősebb csapatokat egy csoportra, hát és ez a feladat, akár mit csinálunk, megpróbálunk ennek megfelelni. Én azt gondolom, hogy magával a hozzáállással, meg talán azzal sem volt probléma, most sem, meg múltkor sem, hogy a tempót bírjuk-e, inkább nyilván az a mai mérkőzésen is látszott, hogy hosszabb kispaddal dolgoznak, más a rutin az ellenfélnél, akkor azért vannak olyan szituációk, amit jobban meg tudnak oldani. Hát nyilván a lányok azok évek óta folyamatosan fejlődnek, és remélem, hogy ebbe az osztályba szépen bele fognak nőni. Szerintem kezdünk összeállni, elég sokat edzünk, már a harmadik hétnél tartunk, mondjuk sok futóedzés volt erőnléti, inkább labdás az azért kevesebb, de úgy gondolom, hogy sok az új, és kezdenek beilleszkedni, mind tempóba, mind pályán kívül belül.
Hát ezen a meccsen inkább így az volt a lényeg, hogy fussunk, menjünk így dinamikusan, amit tudunk, így a technikai hibákra annyira még nem koncentráltunk, nem figyeltünk, de szerintem ezt azért megoldottuk, a tempó jó volt. Azt most játszottunk már egy edzőmeccset, azon is már egyből kijött ez, hogy teljesen más védekezés, teljesen más tempó. Ezen is ugye látszott, ez a nyitott védekezés, ezt nagyon sokat kell gyakorolnunk. Előző szezonban azért nem így védekeztek a csapatok, sokkal erősebbek, keményebbek az ütközések. Ezeket föl kell vennünk, ezt a tempót, és bele kell szoknunk, és így menni tovább csinálni. Az NB1-B-s bajnokság szeptember elején rajtol.